Kedves nézőkünk, az ismerős látják a Pécsi Tudásközpontban található Csorbasz Győző könyvtárból. Mai kihelyezett stúdiónk ez alkalommal dr. Fenyvesi Csabát látja vendégül, aki a Pécsi Tudományi Egyetem Állami Soktudományi Karán, a Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszéken egyetemi docens. Nagy szeretettel köszöntelek itt a kihelyezett kis stúdiónkban. A szakmaiságod is nagyon magasra ívelt az életed során, viszont van emellett egy fantasztikus hobbid, ami hát nem is tudom, hogy lehetne ezt nevezni, hiszen utazol, és ezzel kapcsolatban könyveket írsz, nem kis utazó vagy, nagy utazó vagy, akár világjárónak is lehetne mondani, 130 országban jártál, ezeket mind megörökíted, nem csak írásos formában, hanem rengeteget fotózol, fényképezzel, tehát nagyon komolyan dokumentálod, és a könyveidben még sokszor egy DVD is található. Ez a szenvedély honnan fakad, mi volt az első utad? Az első utam, azt is mondhatom, hogy Nyugat-Európában, mert Közép-Európában vagy Kelet-Európában már a korábbi időszakban is, 89 előtt is lehetett utazni, de hát akkor nem volt jellemző, hogy nyugatra lehetett volna menni, különösen nem én, mert 85-ben, mikor elvégeztem itt a jogi kart summa cum laude-ve, akkor mindenki meglepetésére a rendőrségre mentem dolgozni, és bűnügyi vizsgáló lettem, és azoknak még inkább nem volt lehetőségük, tehát az ottani dolgozóknak külföldre menni. Nem is nagyon volt engedélyünk, még az akkori nászutam idején is külön miniszterhelyettes engedélye jutottam el Bécsbe. Tehát ez már olyan régen volt, hogy már sok idős ember sem emlékszik rá. Lényeg az, hogy utána, amikor a rendszerváltás megtörtént, utána egy szabad pályára is léptem, és átjöttem az egyetemre, valamint ügyvédi tevékenységet folytatok azóta is. Akkor megnyílt számomra is a lehetőség, nem csak azért, mert már vízummentes lett sok ország, meg útlevelet kaptunk, hanem anyagilag is jobban megengedhettem magamnak, szabadabb voltam. És 91-ben eljutottam már Németországba, és akkor így lépcsőről lépcsőre haladtam. De igazán tudatosan, és az, amíg a termék, a mostani könyv, amit esetleg majd még megejtünk, vagy szót ejtünk róla, az a 2010 körül indult el, 2009-10 körül indult el, hogy tudatosabban kezdtem utazni. És ő a spontánul jött, mert rájöttem, hogy a világ megismerésének egyik jó formája, és mint egyetemi oktató is, kíváncsi ember lévén, kíváncsi voltam, szoktam mondani, mi van ott a domb mögött, és elkezdtem nézegetni elsősorban azon országokat, ahova a Malévnek közvetlen járata volt, és nem kellett vízum. És ezért például Grúzia volt határozottan, emlékszem az első, egy kollégámnak mondtam, hogy ez hétfő volt, és mondtam neki, hogy szeretnék egy visszautasíthatatlan ajánlatot tennének egy utazásra. Hát csodálkozott, hogy miről beszélek, és mondom, csütörtökön mennénk Grúziába. Azt mondom, hogy miért pont oda? Hát azért, mert mondom, oda nem kell vízum, és nagyon szimpatikus, és hát kíváncsi vagyok rá, és mondom, közvetlen járat van, jössz vagy nem jössz. Hát két fél órát megbeszélte a párjával, és utána azt mondta, hogy rendben, és ez volt az első utunk, el is mentünk csütörtökön, és ott megismerkedtünk egy guide-dal, és aki vezetett minket. Hát így indult el a sorozat, és onnantól már tudatosan elkezdtem járni a volt Szovjetunió országokat, a kaukázusi köztársaságokat, és egyre távolabb jutottam, úgyhogy manapság már egy 5 plusz 5 órás út, mondjuk Bangladesbe, az már nem is tűnik nekem hosszúnak, az már szinte kellemes. Ezek sok 3-4 órás út után áttértünk a 10-12-14 órás utakra, és hát joggal kérdezhetik az emberek, esetleg a tévénézők most is, hogy honnan van erre ideje az embernek, pláne így, hogy egy részben egyetemi oktató, részben meg praxist is folytatok. Hát mindig azt szoktam mondani, hogy most ott itt volt a május 1-e, és nagyon sokan elmentek ugye májusolni, esetleg kis virslit enni, mustározni. Én ehelyett elmentem Bangladesbe. És igazából a találkozásunk a fő apropója az volt, hogy éppen most nem olyan régen érkeztél meg Bangladesből. Ne. Miért pont oda mentél a világ végére? Ez egy nagyon exotikus, különleges ország, de nagyon nagy a szegénység is ott. Igen, mindenki erre asszociál elsőként. Pedig szerintem nem az a lényeg, sőt, sokkal jobban szeretek szegény országokba járni, mint a gazdag országokba, és miért? Mert mindig a lelket, a szellemet, a mélységet, a szeretetet, az emberséget keresem, és itt meg is találtam, hála Isten. És valószínűleg rossz az ország marketingje is, mert a hírek mit mutatnak, hogyha valami negatív történik, például összedől egy 8 emeletes épület, vagy a ruhagyárban ez történt, az történt, tehát mindig valami negatív hír. Ahelyett, hogy példaként mondom, Svájcban mindig a pozitívat halljuk, ezt találták fel, azt találták fel, ilyen szép a hegy, olyan szép a hegy, ezzel szemben sosem cserélném el ezt,
mert nem élni megyek oda, hanem megélni legfeljebb, benyomásokat szerezni. Vagyis, hogy itt a számításon bevált, az azt jelenti, hogy itt valóban nagyon kedves, barátságos, szívélyes, és pénz által még tönkre nem tett emberek laknak. És én ezeket a helyeket szeretem, és ez Banglades is ilyen. De csak miért pont Banglades? Hát mi indított téged? Az első az, hogy nem voltam ott. Még. Ugye? A második, hogy nem kell vízum, illetve a reptéren föl lehet venni a vízumet $51. Harmadik, kiváló repülőjárat, van több is, a Turkish Airlines is egy átszállásra repül, a Qatar Airways és az Emirates is. És irányban van, tehát nagyon gyorsan. Tehát én reggel 9:40-kor elindultam, és este 10-kor ott voltam Dakkában. Na most egy csomó ember Magyarországon elindul reggel, és szép kényelmesen Debrecenbe ér estére, hát én akkor már Dakkában vagyok. Tehát és így intenzíven élem meg ezeket a napokat. Bocsánat, mindig egyedül utazol? Nem, sosem egyedül, kivételesen volt már olyan, például Türkmenisztánban, hogy a partnerem megbetegedett, és a kollégám nem tudott eljönni. Hát ide is egy egyetemi kollégámmal mentem, azért is jó, hogy egyetemi kollégával mentem, mert éppen egy egyetemi kollégával találkoztam ott is, büntetőjogásszal, aki már korábban felvette velünk a kapcsolatot. Ez volt a negyedik ok, hogy inspirált engem az, hogy na, ott van egy ember, aki vár minket. Nincs csodálatosabb dolog, mikor hazajövünk, elmegyünk valóban, hogy várnak minket. Hát így történt itt is. Az adjunktus kollégám várt minket, és nagyon-nagyon szívhez szóló leveleket írt már. Izgatott, vár minket, jöjjünk. És hát meg is kérdezte ő is a célját, hogy miért is megyünk, és mondtam neki, hogy ez teljesen magánakció, mert az útjaim 80-90%-a magánút. Van benne egy 10% hivatalos, vagy tényleg egyetemi, vagy Erasmus utazás, vagy a családon kívül, tehát valamilyen szakmai konferenciára megyek, de általában magánutakon megyek, és magam szervezem, úgy szoktam viccesen mondani, hogy a fenyőtúr szervezi. És a fenyőtúsz keretében utazom, és a saját magam szponzorálásával. Igen, tehát kimondtam ugye már az elején, hogy 130 ország, és hogy saját magad szponzorálod, ugye tudjuk, hogy egyetemen oktatsz, azon kívül ügyvéd vagy, mindenkiben fölmerül, hogy azért ezt finanszírozni is kell, ezt könnyedén sikerül neked megoldani, vagy pályázatok útján esetleg nyersz utakat, hogy jön ez össze? Ezt érdekes mondani, az emberek nem szokták kérdezni, mindig csak azt kérdezik, hogy volt erre időm, azt természetesnek veszik, úgy látszik, hogy erre volt fedezet, de hát erre is mindenképpen tudatosan törekedni kell. Ez részben dicséri, hogy már az egyetemi fizetéseket is megemelték az utóbbi időben, másrészt meg az ügyvédi tevékenységből nem vitásan a hobbimra költök, vagy hobbimra költünk, mert nyilván a családom is élvezi ezt, mert alkalmanként ugye a lányainkkal megyünk, a feleségemmel együtt, hát kifejezetten az övé a július, van egy ilyen film is, hogy szerelmem hónapjai, hát az én szerelmem hónapja a július, mert ő szereti a rövid távokat, tenger, melegség, tehát oda megyünk júliusban, tehát az ő hónapja, hogy így mondjam. Aztán van olyan kollégám, aki márciusban jön velem általában, télből a nyárba, valamilyen Karib-szigetre próbálunk esetleg kirándulni valamelyik kollégával. Hát ilyen is van, ez szinte évente rendszeresen visszatér, és közte vannak a spontánok, ilyen volt például a Banglades, amit szinte egy hónap alatt szerveztem meg. Izgalmas ország, maradjunk még Bangladesben. Mi az, ami téged ott a legjobban mondjuk akár megrendített, akár a legnagyobb pozitív élményt adta számodra? Az előbb is említettem, a leginkább pozitív élmény a spontán barátságosság. Tehát baksis nélküli ország, ami azt jelenti, hogy nem érdekből mosolyognak, kedveskednek, kérdezik meg, hogy vagy, mit szólsz ez a világhoz. Tehát őszintén rácsodálkoznak. Nekik legalább olyan egzotikumok vagyunk mi, ott fehér emberekként, mint nekünk itt esetleg egy barna bőrű, vagy egy attól feketébb bőrű ember. Tehát az igazi kuriózum, de őszintén érdeklődtek. Tehát, és ez egy nagyon szívélyes, barátságos, vendégszerető nép. És ilyen elég kevés van már a világban. Sajnos nagyon negatív élményem volt márciusban, például Jamaica, annak pont az ellenkezőjét tudom elmondani, hogy érdek nélkül szinte senki nem mosolyog. Miközben Jamaikának, ugye azonnal kimondom, akkor mindenki arra asszociál, hogy hú, regi, hogy ott a micsoda zene van, micsoda hangulat, micsoda karibi. Hát ha oda mennek, akkor nem biztos, hogy ez lesz a benyomásuk összességében, nem biztos, hogy jó érzésre vannak ott, vagy jönnek haza a nyugat-európai vagy közép-európai turisták, köztük magunk sem. Tehát ezért nekem kifejezetten tetszett a maga kis ázsiai nyüzsgésével, mert nem árulok el titkot, aki közelből is van, azt tudja, hogy Ázsia a kedvenc földrészem.
a háborús helyek kivételével szinte mindenhol voltam, ilyen hogy Irak, Afganisztán vagy Jemen, ahova nem lehet menni. Ezek közül ezeket leszámítva, hát még Kelet-Timor az olyan pici ország, hogy nincs is miért legjobb tudásom szerint oda menni, amit érdemes lenne turistaként meglátogatni, meg nagyon távol is van. És hát sokszoros átszállás, én meg nem szeretem azért a nagyon sokszori átszállások, azt szeretem, ha egy átszállásra oda tudunk jutni, csak nagyon kivételesen teszek valamilyen engedményt, ilyen volt például a Húsvét-sziget, az ellenkező irányba volt 21 óra, de azt is kétszeres átszállásra azért meg tudtam oldani, vagy meg tudtuk oldani kollégámmal együtt, az egy különleges élmény volt szintén, de hát ez egy extra kategória és más. Szóval visszatérve Bangladesre, itt az igazi ázsiai feeling, érzés, benne van még ez a zsúfoltság is, és hát még az a szegénység is, de az a nagy tapasztalatom, hogy a szegénység általában hozza a szerénységet is. Nézzük csak meg, egy betű a különbség, szegénység, szerénység. És sokszor ez így van, és a gazdagság nem hozza magával a meleg szívet. Én meg azt szeretem, hogy akkor van valami igazi humánum az egészben, van valami melegség, van valami simogató az egészben. Bangladeshen belül hogy sikerült közlekedned az utcákon a különféle intézmények rövid járatú területek között? Hogy oldottad ezt meg, helyi járattal, vagy máshogyan? Mi jellemző ott? Igen, hát itt mindjárt egy elvi kérdést kell tisztáznunk, ez a riksa kuli esete, ugyanis itt egy biciklis emberke triciklivel, tehát háromkerekű járgánnyal pedálozik, és mögötte ül kettő vagy három tagba szakadt, ott inkább vékony emberke, de a két európai beül, akkor szinte elég fel. Na, én ezt elvi szinten nem tetszik nekem, mert annyira megalázónak érzem, hogy egy ember ott a kerékpár tapos, amiközben én hátul, mint egy maharadzsa ülök, és ezért ezt kihagytuk, ez csak a fotózás kedvéért, meg az idegenvezetőnk mutatta be, szinte jelképesen volt csak ez a túránk, de igazából tuk-tukkal sokkal jobban szeretek menni, mert mi az? Az egy elektromos, vagy hát inkább robbanó motoros motorkerékpár, szintén háromkerekű, fedett része van, és annak aztán van hangulata. Már Indiában is megkóstoltam ezt a járgányt, és most találkoztunk egy Hamilton jellegű sofőrrel, aki szédületesen vágott jobbra-balra a kanyarokba, mindenki elé megfordult az úton is, életveszélyes volt, de mégis olyan magabiztossággal csinálta, hogy nem pánikoltunk, hanem egyszerűen élveztük ezt a száguldást. Olyan volt, mint egy vidám parki Dodge-em, csak szerencsére nem volt bumper ütközés. A tömegközlekedésre mi jellemző ott? Még visszatérve folytatásként a kérdésre, hogy a tuktukon kívül még Uber, taxi, ha jó a kiejtésem ezzel kapcsolatban, Uber taxit is lehet hívni, és akkor az egy ilyen kis Toyota limuzin, általában japán és dél-koreai mini vagy középkategóriás kompakt autók vannak, ez adja a 95%-ot. Szinte ilyen felsőbb kategóriás autót, BMW, Audi, Mercedes vagy ilyen terepjárókat szinte nem is láttunk. Egy-egy miniszter ment el ott kísérlete, azoknak volt nagyobb jeepjük, fekete jeepjük, de nem jellemző. Tömegközlekedés iszonyú horpadt buszokkal viszik az emberkeket, és a kettő között, a 40-50 fős busz és a tuk-tuk között van még egy Tempo nevű buszocska, ahol olyan 10-15-20-an férnek el két padon. Az szintén ilyen motoros szerkezet, de már inkább autó az eleje, és a hátulja pedig egy ilyen kis fedett plató, és azon körülbelül oldalt 10-10 tudnak ülni. Kicsit emlékeztetett a Fülöp-szigeteki jeepneyre, csak azok sokkal díszesebbek, ez egy kicsit szerényebb. Ezt kipróbáltad? Erre nem kellett, mert csak ketten voltunk, úgyhogy itt meg 10-15 ember fért rá, de számtalan ment mellettünk. És akkor vannak még a hatalmas területek is, ami a tömeg között, még a vonat. Mert több mint 2000 km vonat sín is van Bangladesben. De azok ugyanúgy zsúfoltak, mint a buszok. És akkor itt egy kis klimasztikai rejtvény, hogy rengeteg baleset van, naponta 15-en halnak meg Banglades útjain. De a legrejtélyesebb halálok az a buszon történik, és én most már a diákoknak is feltettem ezt a rejtvényt, hogy a buszon utaznak, és mégis 2-3 ember meghal, úgyhogy tulajdonképpen a busz nem ütközik. Hogyan történhet ez? Igen. Hát ugye a busz tetején vannak, igen, a busz tetején vannak, és a váratlanul érkező ágak fejbe verik, olyan, mint a hajózásnál, ugye a vitorlásnál, ugye a bum fejbe üti a hajóst. Hát itt meg az ágak ütik fejbe, és ugye két ütést kap egyszer, ugye a fától, másodszor meg leesik a buszról, a
a betonra vagy a szilárd talajra, és hát ezt nem bírják ki az emberek. Tehát nem valami szabálykövető emberek lehetnek, hogyha a busz tetején is szabad utazniuk. Ez nagy valószínűséggel, hogy nagy valószínűséggel itt a szegénység hozza magával, hogy egyszer nincs elég hely, és tudni kell, hogy Bangladesh 170 milliós ország jelenleg a legsűrűbben lakott, másfél magyarországnyi területen laknak ennyien, tehát egy őrületesen sűrűn lakott ország, és így a tömegközlekedésre, mint minden ilyen harmadik világbeli országban itt is gond van, és hát tartok tőle, hogy nem is fizetnek azért, hogy ott a tetején utaznak, de erre mondjuk szociológiai felmérést nem csináltam. Úgy tudom, hogy egy varázslóval is találkoztál, aki hát nagyon megtréfált téged, szabad erről beszélni? Hát nyugodtan, mert meg is írtam, és majd a harmadik könyvemben 2020 őszén megjelenik, és abban benne van, hogy ha számomra is meglepett, de én szeretem az ilyen zseniális húzásokat, még akkor is én vagyok a sértetje, egy kicsit hangzatosabban az áldozata. A reptéren a kapus motozás után találkoztam a bangladesi Rodolfóval, én így neveztem el utólag, hát körülbelül 60 éves volt, 50-60 év közötti kis bajszos emberke, aki a szokásos ruházat átvizsgálást csinálta, és észrevette, hogy a baloldali zsebemben, nadrág zsebemben van a pénztárcám, azt a kis bőr pénztárcát kivette a jobb kezébe, majd óvatosan belenézett, de szakértő szemmel megtapogatta, és a, nem a 100 eurós vettek, ami zöld és nagy, hanem mellette lévő kicsit testszínű 50-est. És az 50-est úgy vette ki, hogy azonnal a galcsinba gyűrte, eltüntette a kezébe, visszatette a pénztárcát a zsebembe, és volt, nincs. Eltűnt az 50-es euró. És akkor kérdezték tőlem a többieket, hát te nem szólsz, amit van, csak nem mondom, nekem nagyon tetszett ez a trükk. De jól keresett akkor ez a Rodolfo. A Rodolfót kiszámítottam, hogyha ebbe a tempóval csinálja, és minden harmadik, negyedik turistánál, ami nagyon kicsi lesz, mert ugye nem fehér emberek jöttek ott, általában és nem nyugat-európaiak vagy amerikaiak, mert találkoztunk egy cseh sztjuárdessze, és azt mondta, hogy 6 hónapja, amikor mentünk befelé a Dhaka felé, akkor azt mondta, hogy 6 hónapja nem találkozott turistákkal, úgyhogy azért nem rohannak oda a turisták, tehát én valószínű, mi egy nagyon kedvező és hirtelen jött célpont voltunk számára. Tehát ha minden nap azért 3-4-et így sikerül 50 euróval, akkor napi kereset 50-60 ezer forint, hát abból meg lesz egy év alatt a kis személyi autó. És erre mondtam, hogy lehet, hogy nem személyi autó lesz, hanem lehet, hogy a végén rabomobil, de hát ez majd a rendőrség éberségén múlik. A Bangladesről írt dokumentumjaid, ez a útleírása, ugye ebből nem könyvkészül említetted, hanem egy könyv része-részlete, hiszen itt van például 8-10 oldal, ilyen, 8-10 hogy Algériától Új-Zélandig, az úgynevezett zöld könyved, ebbe is hát rengeteg, ugye 5 földrész van benne, 45 helyszínnel, 9000 képpel, ez korábban jelent meg ez a könyv, és ebben is hát nem olyan régen, fél éve. Igen. Fél éve, igen, DVD igen. is található benne. Ez, hogy dokumentálott fotók vannak benne, még DVD is van benne, ez egy nagyon erős megosztási késztetést jelenthet a részedről, tehát igazi oktató tanárember lehetsz, hiszen nem magadba zárod az úti élményeidet, és maximum megosztod a barátaidat, hanem ez kikívánkozik belőled, és majd népszerűsítési minél több embernek a birtokába jusson, hiszen a hétköznapi halandó nem valószínű, hogy ilyen helyekre valaha is el fog jutni, és a DVD-kkel meg aztán teljesen oda varázsolod nekik az ottani valóságot. Ezzel a kötettel kapcsolatban mi a helyzet igazából? Ez milyen hosszú időt igényel tőled útban is, nem csak megírásban, hanem az utazást illetően? Igen, ez már a második kötet, mert az első a kék kötet volt, az 2010 és 15-től lehet fel, és az is ilyen 40-50 helyszín volt, 3-4 földrészem, már számokra nem emlékszem pontosan, de 4-5 ezer képpel. Ez a leggazdagabb, a legnagyobb, és azt is mondhatom, hogy a legjobb, már pláne, hogy a kék el is fogyott, úgyhogy csak ezt a zöldet lehet, de ez is most már a vége felé jár, mert szerencsére nagyon népszerű, és aki beleolvas a stílusba, azt észreveszi, és akkor itt a kritikusaimat mondom, vagy a bírálókat, hogy gördülékeny, olvasmányos a stílus, amit írok, humorral is fűszerezve, és nagyon szeretik a kriminalisztikai meséket. Ugyanis mindig, mint látható itt a Rodolfo ügyben is, valamiféle kriminalisztikai aspektust is adok, lévén az, hogy büntetőeljárásjogász vagyok, büntetőjogász, kriminalista is, vagy legalábbis ilyen szemléletem mindenképpen van, és hát a 24 szakmai könyvem az általában büntetőeljárásjogi kriminalisztikai szerzőtársaimmal, ugye a pécsi jogi kar bűnügyi műhelyében, Stremmel, Fulán, Herke, Csongor, de a tanítványaim is sorba. Közös könyveket írtunk már, 20-valamennyit, meg egyénit is, és a monográfiám is olyan témák, ami szakmai témák. Ez a lazítás, a könnyed, ez a szórakozás, az élvezet kifejezettem. Bár tudjuk, hogy a
tudományos kutatásban is Arisztotelész mondta, hogy a kutatás gyökere keserű, de gyümölcse édes. Hát itt meg szinte folyamatosan édességet érzek, mert tényleg hobbiból írom meg. És jól látod azt a kérdést, hogy megfigyeltem, hogy a két világháború között voltak magyar professzorok, akik járták a világot, és alkalmanként megírták. De csak azokat ismerjük, akik megírták. És ugyanígy a vadászélményekről is az afrikai nagy vadászok, Széchenyi Zsigmond, Kittenberger Kálmán, azért ismerik őket, mert megírták. Érdem ugye a Magyar Földrajzi Múzeumban is, csak azokat az embereket kutatták fel leginkább, és azokról van részletes adat, akik írtak, vagy tanulmányt, vagy valamilyen recenziót, vagy valamilyen beszámolót, vagy naplót, amit később kiadtak, de legjobb, hogyha könyvet írnak. Én is azt gondolom, hogy a könyv még mindig egy jó közvetítő eszköz, kézbe venni, magunkkal vinni, belelapozni, és ezt nem úgy kell, mint egy regényt olvasni, hogy az elsőtől hú, letehetetlen, mindig egy-egy országot lehet elolvasni az érdeklődőknek, és vannak is. Úgy, ahogy helyesen mutattál rá, két vevőkör van, két érdeklődőkör van. Az egyik, aki már volt ott és ellenőrzi, azt mondja, megnézzük, hogy akkor ő mit írt, vagy kellemes nekik az emlékük, hogy na, visszatekinthetnek, hogy na, itt már voltam, és ez olyan melegséggel tölti el őket. A második, hogy valóban nagy valószínűséggel sok ember soha nem tud eljutni, részben a távolság, részben az anyagi okok, részben a bátorság hiánya miatt, nyelvtudás is kell, tehát angolul mindenképpen célszerű tudni ehhez. Akkor meg azért olvas el, mert egy álomvilág, egy csodavilág számára kitárulkozik. Harmadikként ez szubjektív megjegyzés következik, hogy ebbe a zöld kötetbe beleírtam magamat. Tulajdonképpen minden egyes gondolatomat, ami nem szakmai, de részben szakmai is, ha nem túlzás az a kifejezés idézőjelben, hogy a bölcsességeimet, de mondhatjuk tévedéseimet is, vagy téves gondolatomat is megfogalmaztam, egy-egy országba rejtve, ilyen például az izraeli felismerések, vagy a spanyol bikák, hát valójában az életről, a szerelemről, a nőkről, a világról, az ételekről alkotott elképzelésem, gondolataim, élettapasztalataim. Mat is megfogalmazom. Joggal foglalkozó emberként jellemző az rád, vagy volt olyan késztetésed, hogy ezeknek az országoknak a jogalkotását egy picit megnézed, hogy ott mi a divat, ha lehet ilyet mondani. Tehát mi jellemző rájuk, mennyivel keményebbek ott az eljárások, mint nálunk, hiszen ugye ezt a magyar jogtudományt itt lehet alkalmazni, hogyha elmegyünk egy másik országba, ott már teljesen más törvények, szabályok uralkodnak. Voltál ezzel így esetleg? Hogyne, 26 vagy 27 országban voltam, ahol szakmai konferencián voltam, vagy szakmai találkozón, világkonferencián, akár előadóként is, szekcióvezetőként is, és mindig elmegyek a könyvtárakba, lehetőleg az egyetemekre, és igyekszem tanulmányozni főleg a büntetőjogi polcokat. Itt is, Bangladesben is megtörtént, találkoztam Hans Gronsz művével is, a kriminalisztika atya művével, ott volt a University Asia and Pacific University, ahol magam jártam, ott a könyvtárában megtaláltam. Hát mindenképpen erre próbálok figyelni, összegyűjteni adatokat. Ez részben a kutatásaimat is segíti, hiszen már 4 monográfiánál tartok, és most az 5. is éppen nemzetközi kitekintéssel is szeretném láttatni. Ilyen ez a felismerés, a bemutatás, ami egy nagyon kényes téma, mert justizmódszerű, gondoljunk csak a Móri esetre. A téves felismerés, a bemutatás is szerepet játszott a téves elítélésben. Tehát ezekben az országokban valóban ezt is tanulmányozom és nézem. Hát a Ázsiára tudni kell, illetve hát Banglades is egy iszlám vallású ország. Tudni kell, hogy mögötte akkor a sária ott megtartod, de ugyanakkor a brit jogrendszer is, precedens rendszer is megtalálható, hiszen ők is korábban brit fennhatósággal álltak, mint a Indiában hasonló módon, brit kormányzó is volt. Tehát ez, hogy milyen útmutatást ad, és azt ne felejtsük el, milyen kontinentális jellegű, az övék inkább angol szász jellegű, tehát a büntető eljárásjogászok abban a szempontból kicsit nehezebb helyzetben vannak, mint például a kriminalisták, mert a jogkérdések azok általában hazai, nemzeti szintűek, ami az eljárásjogot illeti. Izgalmasabb már a büntetőjog, de az meg nagyon kultúrafüggő, ezért a legjobb és a leginkább kutatható mindig a ténykérdéseket vizsgáló tudomány, ez a kriminalisztika. Mert a nyomok és anyagmaradványok, digitális adatok, vallomások azok minden országban ugyanarra a metodikára, a metódusra épülnek, tehát a kriminaltaktika és a technika az sokkal inkább inspiráló. Ezért nagyon gyakran megyek el rendőrségi
oktatási intézményekbe, vagy magába a rendőrségi szolgálatba is, vagy valamikor szolgálatokhoz. Valamikor az egyetemi évek. Persze, 8 évig, igen, bűnügyi vizsgáló voltam, és onnan azzal a szakmai tapasztalattal, a gyakorlattal egyre inkább elkezdtem hogy az elmélet felé menni, és utána most már azt mondhatom, hogy az a jó, hogy az elmélet és a gyakorlat egy bizonyos fajta szintézise is megjelenik a karrieremben, munkámban és a gondolkodásomban is. Szoktam mondani, hogy gyakorlatból vonok le elméleti következtetéseket, és az elméletből mondok esetleg, vagy mutatok gyakorlati javaslatokat. A végül is a kriminalisztika is javaslattár, javaslatok gyűjteménye, hiszen állandóan ajánlásokkal dolgozik, amellett, hogy maga is sajátos módszertanokat dolgoz ki, gondoljunk a daktiloszkópiába, a nyomazonosítás és így tovább. Kutatás, oktatás, publikálás, ugye ez a tudományos munkához tartozik. Mi nagyon-nagyon röviden egy pár gondolatot az ifjabb nemzedéknek felé való tudományátadásról, hiszen az egyetemen ugye hallgatókat oktatsz. Mennyire népszerű ez a fajta szakterület, ahol te dolgozol? Hát akkor mindjárt a kérdésben van egy szó, amit ugye azt szoktam mondani, hogy hallgatókat oktatok. Hát én úgy gondolom, nem hallgatókat oktatok, először sem beszélőket. Igen. És így kezdődik az első óra, hogy itt nem joghallgatókkal találkozom, ami meglepő nekik harmad-negyed évben, mert eddig azt hallották, hogy joghallgatók, én meg szerintem jogbeszélők. Ma a jogász kenyere a szó. Először is beszéljen, mert a beszéd közvetíti és tükrözi a gondolkodását. És mi az alap? Gondolkodjon. A kriminalisztika kifejezetten praktikus. Tehát a hét kriminalisztikai kérdés, aki nem tudja a választ, az nem tud semmit. Aki nem tudja, ki volt az elkövető móron, az nem tud semmit. Tehát a bűnüldözés nagyon eredmény és célorientált. Mi jogászok, akár büntetőjárásjogász, anyagi büntetőjogászokként, kriminológusként rengeteget beszélhetünk, és azt mondhatom, hogy kézzelfogható eredmények nélkül is rengeteg nagyon okos, tudományos gondolatot közvetíthetünk, de a kriminalisztika nem a mellébeszélés tudománya, vagyis ott azonnal lemérhető, hogy valaki sikeres kriminalista vagy sem, tud eredményt prodikálni vagy nem, hatékony vagy sem. Ezért ugye meg kell tanulni kriminalisztikaiul gondolkodni, egy kriminalisztikai gondolkodást próbálok közvetíteni tudást transzplantációba, tehát elsősorban gondolatiságban, hogy próbáljon úgy gondolkodni, mint jövendő ügyész, jövendő bíró, esetleg védőügyvéd, hogy ennek a hét kriminalisztikai kérdésnek, a válaszadásának mi a módszertana? Ezt kell megtanítani, ezt közvetítem. Ugye ez hogyan történik? Ez két szinten megy. Az egyik valóban a joghallgatók szintje, a hivatalosan vagy jogbeszélők által a megnevezéssel. A másik szint pedig a kutatások, ez pedig ugye kezdődhet egy évfolyam dolgozatnál, szakdolgozatnál, majd a későbbiekben lehet a PhD kutatás, vagy a nagyobbaknál már akár habilitáció, vagy MTA doktori. Na most hát büszkeséggel tölt el, hogy már 6 PhD-t szerzett tanítványom is van, akik mind a kriminalisztika, illetve a büntetőeljárások területén szerezték a tudományos fokozatukat, folyamatban vannak újak, és vannak nagyon tehetséges OTDK győztes kollégáim is, akik később a gyakorlatban, de vannak olyanok is, akik a tudományos pályára léptek. 2009 óta büszkén mondhatom, hogy a kriminalisztika szekcióban vagy a büntetőeljárásban mindig hoztunk első helyet a tanítványaim, és volt, amikor az első és második helyet is kriminalista nyerte meg, most legutóbb 2019 áprilisában egy harmadik helyezést kapott az egyik tanítványom a kriminalisztikai szekcióban az országos szinten. Tehát 19 óta mindig volt helyezettem, korábban első, illetve második helyezettek. Tehát 2009, hogy a 11, 13, 15, 17, és most 19-ben a harmadik hely. Tehát ez egy nagyon szép, és azt szoktak mondani, hogy kínai mondás szerint a felkészült a tanítvány, érkezik a mester, és a mester is mindig tanul a tanítványtól. Tehát ez egy örök tanulás, és számomra most már sokkal jobb és nagyobb örömet szerez, hogyha a tanítványaim sikert érnek el, mint ha magam. Ez egy nagyon jó végszó. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, sok sikert kívánok a további oktatói munkádhoz. Kedves nézőkönyök, az ismerős látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!